Én már 3 éve dolgozom zeneszerző összes orgona és harmónium művének új összkiadásán a Magyar Művészeti Akadémia 3 éves ösztöndíja keretében. Liszt Ferenc kétség kívül a 19. századi zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja volt, az első nemzetközi szupersztár. Azt gondolom, hogy sokaknak a zongora virtuóz szó hallatán rögtön ő jut eszébe. Népszerűsége egészen a mai napig töretlen, tehát nem csak 15 perc hírnévről beszélhetünk az ő esetében. Például az én generációmnak beleégett az emlékezetébe gyerekkorában Tom és Jerrynek az a része, amikor Tom zongora virtuózként Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját adja elő. Népszerűségét mutatja, hogy például a Madame Tussaud Panoptikumban is készült róla egy szobor, amely mellett itt állhatok. Liszt Ferenc egy igazi extrovertált társasági ember volt, aki nagyon jól érezte magát a koncerttermeknek a színpadán is. Azt gondolom, hogy az ő előadó művészete az nagyon teátrális lehetett, hiszen sokszor ábrázolják őt különböző karikatúrákban, mind a zongorázását, mind a vezénylését, amelyekből az derül ki, hogy nagyon drámai és nagyon kifejező mozdulatokat tett, sokszor olyan gesztusokat, amelyek a közönségnek is szóltak. Nagyon jól tudta azt, hogy hogyan lehet megszólítani a közönséget, nagy tömegeket megmozdítani, és gyakran például népszerű témákra komponált zeneműveket, és ezek is népszerűvé tették, azon túl, hogy egy olyan mindenek felett álló virtuóz zongora technikát fejlesztett ki, amely nemzetközi szinten mindenkit lenyűgözött. Itt vagyunk a belvárosi főplébánia templomban, Liszt Ferenc kedvenc budapesti templomában, amelyhez az egykoron élt egyik legnagyobb magyar zeneszerző nagyon sok szálon kötődik. Jó barátságot ápolt a templom egykori plébánosával, Svenner Mihállyal, ezért 1865 és 1871 között rendszeresen kapta meg a plébánia vendégszobáját, számos alkalommal vezényelt a templomban, saját kompozícióit és mások műveit is. Sőt, több olyan műve is van, amelyeket itt mutatott be. Ezek közé tartozik a Missa Chorális, illetve a Via Crucis című híres kompozíciójának a kéziratát nemrégiben láttam az Országos Széchenyi Könyvtárban, ezen is látható egy Engeszer Mátyásnak szóló ajánlás. Engeszer Mátyás egykoron a templomnak a karnagya volt, aki feleségével alapítója volt a Liszt-hegyletnek is, amely kórus nagyon sokat tett a zeneszerző műveinek a népszerűsítéséért. Körülöttem Liszt-korabeli hangszer különlegességek láthatók. A templom zeneigazgatójaként kötelességemnek érzem, hogy a nagy elődök munkásságához méltó zenei életet építsek itt, és hogy rendszeresen előadjuk itt, megszólaltassuk Liszt Ferencnek a kompozícióit. Ezért a tavalyi évben egy 9 koncertből álló sorozatot indítottam el, amelynek keretében Liszt Ferenc összes orgona és harmónium műve elhangzik. És ennek kapcsán nyílt egy harmónium kiállítás, amely október 22-ig, a zeneszerző születésnapjáig megtekinthető lesz. A romantika szinte valamennyi nagy billentyűs komponistáját megihlette a harmónium, Liszt Ferenc is több ilyen hangszert vásárolt, sőt ezek között kombinált hangszerek is voltak. Számos új kompozíciót is írt ezekre a hangszerekre, jellemzően ezek a legszemélyesebb, legbensőségesebb imádságai. Most október 22-én egy ünnepi hangversenyt szervezünk. Az idei évben leginkább nagyszabású virtuóz szenvedélyes orgona művei hangzanak el. Ezek között a fő műve, a Fantázia és Fuga az Adnossat Salutarem kezdetű korál dallamára, amely egyben az első orgona műve is. És ebben a művében alkalmazta először a virtuóz zongora technikáját, illetve használta úgy az orgonát, mint egy szimfonikus zenekart. Ezeket a virtuóz nagyszabású műveket Vég Lajos egyedi élő digitális homokanimációja fogja kísérni.